A kiskörösi autós motoros tampája még a tavalyi év elején szerezte meg a szükséges engedélyeket a közlekedési hatóságtól. A Dodó MMKFT területén kialakított rutinpályán azonta naponta vannak tanulók. Nem csak személyautókra, de a robogókra és nagy motorra való jogosítvány szerzésben is nagy hasznára van mind az oktatóknak, mind a tanulóknak a pálya. Az összes kiskörösi és környékbeli kolléga ezt használja mostanában. A tapasztalatok nagyon-nagyon jók, mind az oktató részéről, oktatók részéről, mind pedig a tanulóink részéről. A tanulóinknak nem kell órákat várni a kocsiba a másik tanulóra, hanem jön 8-ra, 9-re, 10-re, tehát óránként tudjuk a tanulókat cserégetni. Nem kell átjárni kalocsára, tehát a idézőjelben felesleges 30 perces kalocsai út, ugye, az megmarad nekünk itt a gyakorlási részére. Az elmúlt években megváltozott az autóvezetők képzési és vizsgáztatási rendje. A személyautókra való jogosítvány megszerzése során a tampályán végzendő rutin vizsgát eltörölték, és azt a forgalmi vizsga rendszerébe építették be. Így a tanulóknak a rutin vizsga feladatait éles helyzetekben kell elvégezni, ami sokszor nehézkes. A különböző parkolókba parkolgatunk élesben az autók közé, ami ugye kicsit olyan türelmet igényel az autós, a többi autóstól is. És egy kicsit nehezebb is azért a tanulóinknak is. Begyakorolni viszont be tudjuk a dolgokat itt a tampályán, kiskörösön. Minden, ami a kalocsai vizsgán szükséges, az itt mind bele gyakorolni az összes lehetőséget. Bár a rutinvizsga kivezetésével egyszerűsödött a jogosítvány megszerzésének folyamata azzal, hogy egy vizsga kivezetésre került, azonban a forgalomban sokkal több olyan zavaró tényező van, ami nehezíti a feladatok elvégzését. Ezek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a tanulók a tampályán minden külső zavaró tényezőtől mentesen tudjanak minél többet gyakorolni. Jelenleg csak az autós iskola tanulói vehetik igénybe a tampáját, de a jövőben szeretnének a lakosságnak is programokat szervezni. Jelenleg csak az autós iskola, teljesen a kiskörösi összes oktató, illetve a keceli kollega, tehát minden kollega bejöhet. Jelenleg még tehát magánhasználatra még nincsen engedélyezve. Olyan problémák vannak itt, ugye kellene biztosítani akkor a különböző dolgokat, mellékhelyiségeket, ezt azt amazt, meg azért kellene egy felügyelet, és ez még nem megoldott. Tervezzük, ezt inkább úgy fogjuk megoldani majd, hogy tervezünk ilyen nyári ingyenes ilyen bemutató gyakorlatokat a tanulóknak is, vagy akik esetleg már régen vezetett, egy kicsit tudja bemelegíteni a vezetésre.